munkát láttam, hiszen ezeket a dolgozatokat én megkaptam ellenőrzésre. Nyilvánvalóan mind az 50 fő nem fél elég, ezért köszönöm, hogy megegyel a tanfolyamra 2018. decemberében. De mivel szinte naponta csenget... Akik itt vannak és akik nincsenek itt, mindannyiunknak szeretnék gratulálni ehhez a tanfolyam elvégzéséhez. Akkor magyar kormány, ahogy szokta egyébként mindig az elmúlt magyar állami forrásból az ingyenes ukrán tanfolyamokat is. Ez a tanfolyam, amelyet a három nyelvenyelvig is iratkozott meg, hiszen az a több közszerzett államok között is jó kapcsolatokat kiépíteni. Magyarország megbízható és jó szomszédja. Nyilvánvalóan az iskolát kellett volna ezt a többségnek már hosszú évek óta nyújtunk védőoltásoktól. És egyben gratuláljak az elvégzett tanfolyamhoz, amiért majd megkapják a bizonyítványt. A gondolatunkat, a mi világunkat, nem csupán egy idegen kultúráit, amely otthonosság, félig eddig a miénké válik ezáltal. Én hangsúlyoznom kell azt, hogy igazolom a bőtének, aki azt mondta, hogy aki nem is... A magyar, mint idegen nyelvhez hasonlóan Kárpátalja szerte meghirdettük az ukrán, mint idegen nyelv tanfolyamra való jelentkezés lehetőségét 2018. decemberében. 461 fő nyújtotta be a jelentkezését, illetve a nagy érdeklődés miatt 2019. márciusában újra hirdettük a lehetőséget, így 565 fő lett beiskolázva ezekre a tanfolyamokra, 4 különböző járásból, tehát Munkács, Ungvár, Beregszász és a Nagyszőlősi járásból, 12 különböző településen zajlottak a foglalkozások, 35 különböző csoportban. A nagy része a jelentkezőknek gyerekek voltak, 23 csoport, egy gyermekcsoport lett kialakítva ebből a jelentkezettek számából. Összesen 160 órát tanultak minden csoportban, és október 30-án végeztek.